Ilyen volt, és ilyen lett. Na, öcsi, öcsi. Szombat reggel van. A videót kellene vágnom, hogy kész legyen neked délutánra, de amíg az SD kártyáról teszi át a fájlokat a gépre, nem tudtam mit csinálni. Elkezdem poírozni a motorháztetőt, hogy lássam, milyen változás lesz. Baromi nagy! Új, gyári szovjet indexbúra. Beleteszed a csavart, de a furatot nem furták végig. Elfelejtették kinyitni, nem megy át rajta a csavar. Ennyire öreg autót még életemben nem vettem. Nem elég, hogy 50 éves. Még orosz is! És most jön haza. Már olyan esős időt mondtak, de ragyogó napsütés van. Zsiguli hazaszállítós idő. Nagy titkot nem árulok el, hogyha elmondom, hogy a fehér lett az áldozat. Van. Tudom, hogy nem belevaló az aksi, amit hoztam, de csak ilyen pólus kiosztású volt otthon. Most egyelőre megteszi, a kábelek pont elértek, aztán majd veszek belevalót. Ilyen könyveket kaptam hozzá. A papírokkal kész vagyunk, kulcsok, törzskönyv, blabla, de közben kiderült, hogy akitől vettem az autót, a harmadik tulaj, tulajdonképpen csak a második, ugyanis ő örökölte a kocsit a 93 évesen eltávozott Bálint bácsitól. Ő volt a gépészmérnök, aki évtizedekig garázsban tartotta a gépet, és a vége felé már sprével javítgatta a festést. Jó napot! A legelső indítás ment csak nehezebben, onnantól kezdve egy kulcsfordításra indul, megnéztem az alját, van alja, vannak padlólemezek, minden üvege eredeti és orosz, hibátlanok a vízlehúzók. Ez egy nagyon jó alap! Minden jót! Köszönöm, viszontlátásra! Erre jár, hogy meg egy csinálom. Majd beugrok vele! Viszlát. Persze, megmutatom! Gyermeki örömmel viszem haza, hogy ott aztán jó alaposan átnézzem, jössz vagy mi van? Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now, cause I just want a shot. Az a feeling megvan, amikor a kisgyerek alig várja, hogy kicsomagolja a frissen megkapott játékát? Azért jó korán kezdeni a napot, mert akkor ilyen dél körül fél egyre már legurulsz a trailerről, és még van időd rajta matatni? Próbaút még nincs, mert van pár dolog, ami nagyon zavarja a szemem, először azokat megszerkesztjük. Először a hátuljánál, ez a csúnya rendszámkeret ez azonnal leugrik, teszek helyette egy nagyon menőt, majd mindjárt mutatom. Szerintem a rendszám is jöhetne följebb, nem is szép, meg kitakarja a zsiguli feliratot. Azt a zsiguli feliratot, amin a festék meg van kopva, úgyhogy egy tisztítás után a betűk közét a szépen kifestem feketére, mert olyan volt gyárilag. Vonóhorog, ez kuka. Csúnya, nem kell. Sokkal szebb lesz nélkül a segge. Azt már az első megnézéskor is láttam, hogy a lámpa búrák azok eléggé ki vannak fakulva. Ennek olyan szép, erős narancssárgának kéne lennie. Az oldalsó még elmegy, de például ez az első, ez nagyon fakó. Hát meg a másik is. De semmi gond. Ugyanis mindjárt mutatom a varázsdobozomat, hogy miket tudtam szerezni. És ha már itt vagyunk hátul, a csomagtartóba benézve... Itt a gyári emelője, ide jön majd a pótkerék. Az is a varázs... hát nem a varázsdoboz része, de szereztem azt is. Ezeket ilyen 6000 forintért adják a jófogáson meg a baterán. Ez gyári zsiguli ilyen, hát mi, steklámpa? Persze égő nincsen benne. Egészségügyi doboz, kerékkó... Ja, de az első segélydoboz se kutya ám. Gőzsa bácsi.
Miért vártak 4 évet maguk arra az új autóra? Ha fiam, mert kúr. A kúrbli? Ezzel tudod bekúrblizni? Nem, már nem próbáljuk ki a kúrblit. Elhagyjuk, aludjuk. Ez a szürke? Hú, ez is gyári. Vaz felirat van rajta, meg 2101-es cikkszám, de mi ez? Jó, szerszámos doboz. Hát a szerszám szerintem nem gyár. Nem-e? Made in USSR. Szovjetszkanya szerszám. Hát ez csak egy fél kulcs. A rony nem gyári. És amit még meg akarok tenni, a dísztárcsákat fel kell rakni. Kaptam hozzá összesen 3 darabot, de a varázsdobozban lesz még egy. Ezek ilyen állapotúak, nem tökéletesek, de felrakva, majd meglátod, hogy mennyivel másabb a kocsinak a formája a dísztárcsával. Előtte ezeket króm tisztító pasztával, de nem csak a paszta a lényeg, van egy spéci módszerem, mindjárt mutatom, hogy lesznek szépek. És ha ismersz, tudod, hogy nem bírtam ki, nézd? Mennyivel másképp néz ki az egész autó? A frissen kipolírozott, kis munkával, sokkal szebbé tett króm dísztárcsákkal teljesen más képet mutat. A fakó lámpabúrák eltörpülnek a legnagyobb hiányosság mellett, ami szinte szentségtörés számba megy. Ugye milyen üres az eleje? Nincs embléma. Az az embléma, amiről ugye a múltkor már beszéltünk, hogy gyáriban és újban akár 100 000 forint is lehet. Na de, nekem a varázs... Hagyjuk már ezt a hülye dobozt, mutatom! Bemutatom a varázsdobozt! Amit már beharangoztam, nagyon menő rendszámkeret, Merkur, ezt én csomagoltam ki. Na, így néz ki egy gyári új dísztárcsa. Ez csoda! Hátsó lámpa alá tömítések, oldalsó irányjelzők, ezt alig merem megmutatni, Lada embléma, gyári, nézd a krómját! Itt egy picit meg van fakulva, de elvileg ezeket fel is lehet újítani. Nem tudtam, milyenek lesznek az enyémek, ezért vettem 2 darab tiszta új krómkarikát a lámpák köré. Azt majd meglátjuk, hogy ez kell-e. De a lényeg a nagy dobozban lévő kis dobozban van, mint például gyári orosz 40 éves, érve, bocsánat, szovjet, mert rajta is van, hogy CCCP, SSSR, fehér indexbúrák. A 70-es évek elején, ilyen 73-74-ig ezek a zsigulik gyárilag fehér indexbúrákkal jöttek ki. Nézd, tudtam szerezni. Azt, hogy ez felkerül-e rá, lehet, hogy majd inkább ilyen találkozókon, meg kiállításokon, mert menet közben azért lehet, hogy jobb, hogyha narancssárga. Ha már a narancssárgáról beszélünk, az orosz zsírpapír van. Ez is 40 éves, ez is gyári, ez is SSSR feliratos. Sárga indexbúra, teljes legyen a kép, hiszen mondtam, hogy azok is fakók. A hátsók, ez a piros, ez is orosz, ez is 40 éves, mégis új, mert autó sosem volt. Ezek ilyen megmaradt készletek amúgy. Ladás fórumokon, Ladás Facebook csoportban sikerül embereket találnak ittől, ezeket össze lehet szedni. Nem drága egyébként, tehát ilyen hát lehet, hogy volt 2000 forint is. Ez a hátsónak a narancs része. Ez is gyári. De még megmutatom a pótkerekemet, ami ennyire azért nem volt szép. Picit én már festegettem rajta, meg kikentem a gumit, de nézd, gyári méret, jó gumival. És ha már kerekezünk, hadd mutassam meg, felraktam a dísztárcsát. Ez az egyik, amit a kocsihoz kaptam a 3 közül. Hát ilyesmi állapotban vannak, de mindjárt jön a spéci módszer. Csak előtte hagyd magyarázzam el ezt az egész elvet, hogy miért nem azt csinálom, hogy szétborítom az autót, elviszem, lefestetem, és utána csinálom az apróságokat. Miért ezekkel kezdek most? Amerikában az ilyen hozzám hasonló bolond autósok körében létezik egy fogalom, a rolling restoration, amit guruló restaurálásnak tudnék fordítani, és az a lényege, hogy úgy újítjuk fel a kocsit kicsinyenként haladva, kicserélünk egy kereket, egy diszlecet, egy indexet, hogy közben tudjuk élvezni is. Ez nem veszi el a motivációt, hiszen mindig ott van az autó, tudsz vele kerülni egy kört, és mégis egyre meg egyre szebb lesz. Magát a folyamatot is tudod élvezni, meg az autót is. Nem az van, hogy eltűnik a kocsi egy fényezőműhelyben, és másfél év múlva egy gondolkozol, hogy hát, akarom én még ezt a projektet, nem láttam 1000 éve, vajon mi lehet vele, és így beleunsz az egészbe. Ilyenkor, amikor ilyesmit csinálsz, mint amit most én fogok a zsigulival, hogy picinyenként elkezdem először az indexeket, dísztárcsákat, utána kerülök vele egy kört, megyünk majd kipróbálni, és akkor nem fásulsz bele ebbe az egész dolog, nem tudom, érthető ez így? Az imént elhangzottak jegyében következik a krómtisztítás. A hozzávalók Obiban tudsz venni, ezt úgy hívják, hogy acélgyapot,
Az a lényeg, hogy a 000-ásat vedd meg, az a legfinomabb. Ez olyan, mint amivel anyuka mosogat a mosogatóban, csak sokkal finomabb. Az ilyen kis fémszálak vannak benne. Polírozni úgy fog, hogy fogsz egy tetszőleges krómtisztító pasztát, van még pici az alján, belemártod ezt az acélgyapotot, meg kéne bontani a másikat, lehet, nem, van. Belemártod az acélgyapotot, és jó erősen, milyen jó, hogy bal kézzel fogom dörzsölni, és a jobbra vettem kesztyűt. Elkezded iszonyatosan dörzsölni vele, ne félj, a 000-ás nem fogja szétkarcolni a krómot, a zsiguliét biztos nem. Egyébként Mercedes tárcsán is próbáltam, annak sem bántotta a krómját. Na, és ha ez megvan, egy picit hagyhatod száradni, és fogsz egy száraz rongyot, és áttörölöd. Oda néz! Na, nézd, mi maradt a rongyot. Kedves nézőim, nem tudom, látszik-e a különbség, de szerintem elég szembetűnő. És ilyen lett a végeredmény. Szerintem egyelőre ez abszolút vállalható. Rossz az, aki rosszra gondol. De hogy az igazán kekeceknek is kedveskedjünk, kikenem hozzá a gumit, jó? Ez egy bárhol kapható Lotus gumi és műanyagápoló, illetve a rendszeresített rongyom. Kicsit ide is betörünk. Csókolom! Természetesen az előző megoldást alkalmazhatjuk, ahogy jövünk előrefelé. Nézzük meg, hogy a lökhárítóval mit csinál. Ami jelenleg ilyen formát mutat, hát annyira nem gáz, de persze a fényesítés el kell neki. Fú, ez büdös amúgy. Tudod, milyen szaga van? Mint amikor régen a panelházban voltak ilyen részküszöb és szidol, azzal kellett pucolni, annak volt ilyen szaga. Mondjuk szép lett a részküszöb is utána. Ha, oda né, figyelj! Nagyon jó! Ne adj Isten, még géppel átmegyek rajta, ilyen kis puha koronggal. Ja, ez sokkal jobb. Ez a baj, úgyse nyugszok addig, amíg az egészet meg nem csinálom, de majd felgyorsítom nektek. Nem mondom, hogy olyan, mintha újra lenne krómozva, de szerintem ahhoz képest, hát szerintem baromi jó lett. Nézd ezt a babát. Persze, mindezek után ezzel a másfél-két deci izzadsággal a hátamon, amiben ez a lökös került, teljesen megértem, hogyha valaki vesz egy újat, de itt most náluk nem ez a cél, se nem az OT, csak hogy legyen egy kicsit szebb, és szerintem az siker. És most lazításnak. Nem pihenni megyünk, meg lefeküdni, hanem kicseréljük az indexbúrákat. Fakó, új. Mennyivel jobb lesz? Ó, ez lapos csavarhúzó. De jó. Meg vagyok. Ez jó, ez megy. De másikhoz tényleg csavarlazító kell. Majd ne. Hát, ez nem indul. Hoztam kisebb és élesebb csavarhúzót, de... Összekoszultam, jaj, azt a szép krómot! Tényleg már egy indexbúra megszívott. Rán kezdődik. Á, nem! Ott van, most arra hatott a cucc. Oké. Okay. Ez nem mondanám, hogy szép a bele. Ó, ez csak kosz. Oda néz. Oda néz. Na most akkor tessék nekem megírni kommentbe, ahogy Isti mondaná. Írjátok a kommenteket közbe, én meg addig itt megyek. Hogy melyik néz ki jobban? Figyelj, felrakok egy fehéret. Ne nézd, hogy rozsdás csavart rakok vissza, meg fogom pucolni most csak azért, hogy haladjunk. Haladjunk, kérem, haladjunk, nincs itt semmi látni való. Fehérrel jobb, vagy a narancssal jobb? Na, írd meg, szerintem amúgy a narancs. Baszki, nem áll! Figyelj! Mondom, mit adott az orosz? Új, 40 éves gyári szovjet indexbúra. Nagyon király. Beleteszed a csavart, gondolnád, hogy akkor becsavarozod. Igen ám, de a furatot nem furták végig.
Elfelejtették kinyitni! Nem megy át rajta a csavar! Szovjetszkaja technika! Sokat dobott rajta. Csak még mindig. Embléma! Hát ha már eleje, lehet ezeket is ki kéne cserélni, mi? Milyen csavar? Ez is lapos! Ezek nem ismerték a csillagcsavart. Még ez egyébként nem tűnik rossznak ez a karika. Nem tudom. Jó, most csak kíváncsiságból felrakjuk az újat, aztán majd. A régieket az első egy-két évből arról lehet megkülönböztetni, hogy a lámpának ezen a krómon kívül van még belül is egy saját krómgyűrűje. Azt mondják, hogy azok az igazán értékes autók. Na, ennek van. Nem, valami nem jó. Az van, hogy megvettem ugyan utángyártottban ezt a krómkarikát. Gondoltam, hogy hát új krómos, annyira nem lehet szar. És igazából csak egy helyen nem passzol. Annál az egy csavarnál, ami fel kellene, hogy fogassa. Úgyhogy úgy döntöttem, nem az acélgyapotos verzióval, hanem csak simán a polírozó pasztával, a krómpolír pasztával kikenem azt az oroszt, ami rajta volt, az eredetit. És újra itt a bizonyosság, hogy a gyári, még ha szovjet is, mindig jobb, mint ezután gyártott. És nézd, ez volt rajta. Szerintem tök szép lett. Mehet is vissza. Hát, ez úgy ment, mint kés a vajba, ezt nem kell rőtetni. Ennyi. A gyári, az gyári. Jó, lámpakrómok megvannak. Lámpák, indexek, lökhárító megvan, de az a baj, hogy a hűtőrács egyáltalán nem fényes, még érdes is, ahogy fogom, úgyhogy ezt mindenképp az acélgyapotos verzióval szeretném megcsinálni, mert megcsinálom, nem hagyom félbe. Na nézd, oda nézd, mintha varázsoltam volna. Ugye nem csak én látom vagy képzelem be a különbséget, hogy ezek krómosak, az alsók meg hát szinte szürkének tűnnek mellettük. De nézhetsz akár jobb és baloldal különbséget is. Ilyen volt. Ilyen lett. Lehet, hogy a hátulját meghagyjuk a következő epizódra, mert kicsit megfájdult a derekam. De új embléma nélkül nem mentek haza. Az embléma cseréhez pedig természetesen le kell szerelni a hűtőrácsot, ami annyit jelent, hogy simán megoldhattam volna derékbatörés nélkül az egész polírozást is. Összesen három csavar fogja, úgyhogy nem egy Nobel-díjas mutatvány. Itt van már dől is rám. Itt van egy anya, ezt kell meglazítani. Ide tettek egy vakdugót, ennek a helyre jön majd az embléma. Saját anyája meghúz. Oszt, kész vagyunk. Ó, csak tudod, mi van ilyenkor? Ha valamit leszerel az ember, és meglátja, hogy mögötte van egy ilyen kis izé, én legalábbis nem tudom úgy visszarakni, hogy ezt itt ne rakjam rendbe. Kitakarítom, itt, ahol Bálint bácsi összefújt a fehérre, ezt meg kicsit kiragazgatom, aztán megfújom matfeketére, hogy mégis normálisan nézzen ki. De jó, még mindig nem megyünk haza! Nem, még nem fújom ám. Kiragazgattam a széleit, a peremek itt megvannak, és hát ugye a nagyobb részekre, hogy ne szóródjon a festék mindenhova, kéne újságpapír, de nemrég vittem el a szelektívet, úgyhogy nagyon jó kis pénzügyi leasing szerződést találtam. Erre a célra tökéletes! Menő a forma, paceka stíl. A kincs! Az egyes piacokon 100 000 forintos drága szág! Nagyjából egyenes legyen. Azaz, nem tépjük meg nagyon. Azt, olyan fényes lett az a rács, komolyan mondom, új autó lenne. Na, milyen lett a pofika? Szerintem baromi jól néz ki. Na jó, még a hátsó rendszám, de aztán most már tényleg megyek. Csak azért, mert annyira őrülten zavar. A baromi randa. Flowers to me.
hajlítottam, a hülye rendszámkeret miatt. Vízivárosi autójavító Kft. És tényleg csak hülyéskedésből, mivel itt matatok hátul, meg úgyis le van szerelve a rendszám, ez kinek milyen emléket hoz fel? Régi magyar zsiguli, régi magyar rendszámmal. Amúgy nem teljesen stimmel, mert az autó 72-es, és én úgy olvastam, hogy az IL-es rendszámok azok ilyen 71 november környékiek, de hát ilyet tudtam szerezni. Lemostam féktisztítóval a régi 2006-os műszaki vizsga meg zöld kártya matricát. Azaz. Szia, Merkur! Hát a zsiguli emblémát még mindig kitakarja, de majd legközelebb furakulukokat.